A jégkorong sport Miskolci működése óta a legkomolyabb feladatok előtt áll most a csapat. A DVTK jeges medvék az idei szezonban a szlovák élvonalban szerepelnek. Az új bajnokság új ellenfeleket, új kihívásokat hoz, amire új vezetőedzővel és az új igazolásokkal kezdték meg a felkészülést. A Miskolci együttes augusztus 7-én az egyik vetélytárs a Kassa otthonában kezdi meg a felkészülési mérkőzéseket. Farkas Tamás kapusedző Kis Bence és Dusek Dávid társaságában érkezett elsőként a pályára a szezon első jeges tréningén, ahonnan Adorján Attila betegség miatt még hiányzott. Majd a megbeszélést követően érkeztek a mezőnyjátékosok is az öltöző mélyéről, a csapat régi és új tagjait követően pedig megérkezett a vezetőedző Glenn Hanlon is, segítője Strength Hunor társaságában. Let's go! A szakember pedig nagy lendülettel indította az első jégen tartott tréninget, amit a kanadai szakember megállított, és a tennivalók részletes ismertetése után folytatódott tovább a munka. A villámgyors, pörgős feladatok, majd a felkészülési mérkőzések is azt a célt szolgálják, hogy a lehető legjobban felkészüljön az együttes a nagyon magas szintű kihívások teljesítésére. Immár Glenn Hanlon irányításával. Rövid videós megbeszélésünk volt, amin felvázolt, hogy körülbelül mit szeretne majd látni, a részletekről majd folyamatosan tájékoztat bennünket, úgyhogy az első benyomás természetesen jó, aztán meglátjuk, hogy milyen lesz, de mindenki bizakodóan néz a szezon elé. Az elmúlt szezonban már ízelítőt kapott a klub és kaptak a nézők is a Visegrád kupa során arról, hogy mi vár majd ebben a szezonban a jeges medvékre. A Miskolc Televíziónak korábban nyilatkozó Magosi Bálint csapatkapitányhoz hasonlóan a csapat saját nevelésű védőjátékosa is úgy látja. Az lesz talán a legnagyobb kihívás, hogy a heti több mérkőzéssel tarkított hosszú szezon során minimális legyen a formaingás, egy állandónak mondható magas szinten kellene teljesíteni a mérkőzéseket. Mindenképp ez a legnagyobb kihívás eddig a klub történetében. Az, hogy egy sorozatos, tehát egy sorozatban 50 meccset végig kell játszanunk egy nívós bajnokságban. Igen, ilyen még nem volt korábban, úgyhogy mindenki izgatottan várja, és reméljük majd megfelelünk az elvárásoknak is. Jeges és kondi edzésekkel telnek a napok a miskolci szempontból már nagyon várt Kassán esedékes első edzőmérkőzésig. A DVTK jegesmedvék idegenben kezdik majd szereplésüket a Tipsport Ligában szeptember 14-én a Nyitra otthonában.